Közös bemelegítés a Continental Arena küzdőterén, majd előkerül a labda is. Évek óta találkoznak a hivatalos felkészülés kezdete előtti héten azok, akik szeretnének ráhangolódni a keményebb munkára. A Nyíregyházi Élsport Kft. Által szervezett táborban 55 fiatal kosaras készült az előkészítő korosztálytól az U20-asokkal bezárólag az edzők és a felnőtt csapat néhány játékosának irányításával. A szervezők igyekeztek minél változatosabb programot összeállítani. A délelőtti programunk általában ugye a hosszabb bemelegítéssel kezdődik, mobilizációs gyakorlatokkal, nyújtó gyakorlatokkal az előző napi fáradtságot lenyújtva. Utána van egy labdás edzés, délelőtt, ahogy befejeződtek az edzések, van egy kis pihenő, ebéd, utána van egy hosszabb pihenő Xbox játékokkal, egyéni labdázásokkal, ahogy a gyerekek gondolják, majd délután van egy másfél órás kisebb, rövidebb labdás edzés, csapatedzés. A különböző korosztályos csapatok edzései a jövő héten kezdődnek. A táborban résztvevők így némi ráhangolódás után vághatnak majd neki a közös tréningeknek. Ez az egy hét, ez pontosan arra azt a célt szolgálja, hogy a felkészülési időszakra úgy csöppenjenek bele a gyerekek, hogy ne a nulláról érkezzenek meg. Ne a nulláról kelljen az egyéni képességeket újra arra a szintre hozni, amilyenre a versenyidőszakra kell. Ez az egy hét, ez kevés nyilván, ezért is van az, hogy plusz ez az egy hét a felkészülésben szerintem nagyon hasznos. Az elmúlt évek tapasztalataiból azt tudom mondani, hogy növekvő tendenciát mutat a résztvevők száma, tehát úgy gondolom, hogy várják a gyerekek minden évben ezt. Több szülő is megerősítette ezt az érzést bennem, hogy nagyon várták már, hogy érkezhessenek a táborba. A táborvezető Csizmadia Levente számára gyakorlatilag egész nyáron kínált programot a kosárlabda. Több hazai és nemzetközi rendezvényen vett részt az asztal személyzet tagjaként. Májusban, és úgy gondolom, hogy ez az idei legnagyobb rendezvény, ugye májusban volt egy 3-3 elleni kosárlabdából az olimpiai selejtező Debrecenben. Azon is részt vettem, ezen felül az 3-3, illetve az 5-5 elleni egyetemi Európa-bajnokságon, egyetemi játékokon. Majd augusztusban fogok menni egy U16-os lány Európa-bajnokságra Miskolcra, illetve a nyár végét augusztusban szintén Debrecenben fogom egy 3-3 elleni bajnokság, illetve hát World Tourral, World Cup-pal zárni. A tábor pénteki zárónapján már ott voltak a kékcápák felnőtt csapatának játékosai is. Számukra hétfőn kezdődik hivatalosan a felkészülés a 2024-25-ös szezonra.